Remélem, hogy neked is egy szép napod van. Ez a videó a lehetőségekről szól. És nem igazából arról, hogy van egy lehetőség, amit hú, gyere, használd ki, hanem arról, hogy kit találnak meg a lehetőségek. Ki az, akinek szerencséje van általában. Ki az, aki rá tud ugrani egy lehetőségre, amikor a lehetőség mutatkozik. Amikor eléd toppan egy lehetőség. És engem most nagyon meglepett az, hogy lehet, hogy észrevetted már, hogy én a lehetőségeket, amikben belebotlok, azokat próbálom, vagy nem próbálom, megosztom itt, hogy ne csak én tudjam kihasználni, hanem másoknak is legyen egy esélyük. Néha olyanokról is beszélek, ami engem lehet, hogy nem érdekel, de tudom azt, hogy van, akit fog, vagy van, akit lehet, hogy érdekel, van, akinek lehet, hogy tud segíteni. Ezért beszéltem pár emberrel, láttál lehet, hogy beszélni engem emberekkel, aki foglalkozik a CBD-vel, vagy foglalkozik egy ilyen sejt, akármilyen termékkel, vagy most utoljára beszéltem egy hölgyel, aki gyerekekkel foglalkozik. Nem azért, mert én akarok foglalkozni ezekkel a dolgokkal, vagy én most belemegyek eddig, de tudom azt, hogy lehet, hogy valakinek segíthet, és akkor miért ne? Tehát itt egy történet, ami lehet, hogy segít megérteni azt, hogy mire akarok kiukadni. És lehet, hogy hallottad más tőlem. Kosárlabdás. Kosárlabda csapat. Van egy sztár. Legyen ez Michael Jordan, legyen ez akárki van, Kobe Bryant, bárki egy sztár csapatba. Általában ezeknek van egy cseréjük, aki belép helyükre, hogyha lesérülnek, elfáradtak, bármi történik. Na most általában ezek a nagy sztárjátékosok nem nagyon ülnek a cserepadon. Csak akkor, hogyha a csapat már ilyen, olyan nyereségre áll, hogy nincs kockázat, le lehet őket cserélni, hadd pihenjenek, nem kell nekik végighajtani az egész meccset, betesznek helyükre valakit. Na most ez valamikor megtörténik, valamikor hetekig nem történik meg, és az a játékos, aki a csere, az mit csinál? Ül a padon, nem játszik. Senki nem ismeri igazából, vagy nagyon kevesen tudják, hogy ki az, mit tudják a nevét. Viszont mi a jó nézőpont, vagy mi a jó hozzáállás egy ilyen cserejátékosnak? Gondolj bele abba, hogyha véletlenül valami történik, és ez a sztárjátékos nem tud fölmenni a pályára. Ha ez a cserejátékos föl van készülve, és kap egy lehetőséget, hogy mondjuk egy egész meccset, vagy egy egész fél időt végig tud játszani, vagy egy negyedet, vagy mindegy, hogy melyik sportról beszélünk, kap egy lehetőséget, és meg tudja mutatni a világnak, hogy ő legalább olyan jó, lehet, hogy jobb, lehet, hogy melyik részét a játéknak jobban csinálja, föl tudják fedezni, és a következő évadban lehet, hogy valaki leszerződteti, mert volt egy lehetőség, amikor végig tudott játszani egy egész évbe 20 percet, vagy fél órát. Az neki egy lehetőség, hogy megmutassa, amit tud. Ha ez a játékos nincs fölkészülve erre, hogy jön ez a lehetőség, mert azt mondja, hogy úgy se lesz semmi, úgyis ez az ember játszik, blablabla, bármilyen okot tud fölhozni rá, és tegyük fel, ott a cserepadon is nem melegített be rendesen, mert ő azt tudja, hogy úgyse fog játszani. Lehet, hogy kihagyott egy kis edzés, mondjuk az szinte kizárt, mert kirúgnák, de lehet, hogy nem úgy edzett, ahogy kéne. Lehet, hogy nem edz otthon, vagy nem edz a kötelező edzéseken kívül, nem tesz bele időt abba, hogy edzen. Bármit csinált, ami lejjebb viszi attól a szinttől, ahol lehetne. És itt ez a fontos, hogy mi az a szint, ahol lehetnél, és hol vagy. És mikor jön a lehetőség, akkor azt mondod, hogy nem vagyok rá fölkészülve. Most manapság eszméletlenül sok lehetőség van, és a legtöbb lehetőség ezen a telefonon keresztül jön el hozzád. És ha nem tudod azt, hogy a Zoom még nincs letöltve, nem tudom, hogy kell használni. És most ne sértődjön meg senki, vagy ha megsértődik valaki, akkor az nem a... Tehát nyugodtan sértődj meg, de amikor te megsértődsz, az nem attól van, hogy valami rossz azzal, amit hallasz. Az a te reakciód arra, amit hallottál. Azért te vagy a felelős. Tehát meg lehet sértődni.
De most gondolj bele, vannak lehetőségek, a legtöbb a telefonon keresztül jön, mert nem fog senki bekopogtatni hozzád, hogy kedves csokolom, megyek végig a házon, és mindenkinek szeretnék ajánlani egy lehetőséget. Ilyen nincs már. Volt ilyen, igen, de már nincs. A tévében a lehetőségek, azt tudod mi? Gyorsabban tudsz meghalni azok a lehetőségek, amit a tévé ajánl. Egyél cukrot, fogyaszt gyógyszereket, mindegyik arról szól. Tehát ott sem jönnek a lehetőségek. A telefonon tud jönni a lehetőség, és valószínű, hogy egy ismerőstől fognak jönni a lehetőségek, vagy egy új ismerőstől, vagy egy olyantól, akit lehet, hogy rég ismersz, vagy egy rokon, és a telefon része lesz ennek a lehetőségnek. Tehát, hogy valaki nincs fölkészülve, nem edzett, idézőjelben, ül a cserepadon, és nem tölt azzal időt, hogy hogy is van ez az egész? Menjünk csak fel YouTube-ra. Mit írnak arról, hogy a Zoom-ot hogy kell használni? Meg lehet csinálni ezt is, hogy ha tudod, hogy kell működni a telefont. Zoom letöltés, magyar nyelvű videók. Bemondod a telefonba, és megjelennek a videók. Tehát nincs olyan, amit nem tudsz megtanulni. Kriptovaluta. Az hülyeség, az lehúzás. Oké. Lehet. Viszont a kriptovalutával kapcsolatban olyan lehetőségek vannak, hogy ha megérti valaki, akkor dob egy hátast, hogy úristen. Ezt is lehet úgy kezelni, mint annak idején, mikor Ford előjött az autóval. Ó, 40 km-es sebességet nem bír ki az emberi szervezet. Meg ajajaj. Tehát azt is fikázták sokan. De volt, aki azt mondta, hogy oké, autó? Oké. Hogyha mindenkinek lesz ilyen, akkor valószínű, hogy tisztán akarják tartani. Mi isunk egy automosót. Hoppá! Mekkora biznisz az automosó manapság? Vagy, ho, ezeken gumi van. A gumi az nem fog sokáig tartani, sokkal kevesebb ideig tart, mint az autó. Csináljunk egy gumis műhelyt. Mr. Goodyear belecsapott ebbe. Nincs olyan ember szerintem Európában, aki nem ismeri a Goodyear márkát, vagy a Michelin-t. Tehát kétféleképpen lehet hozzáállni, oké. Lehet valamire azt mondani, hogy nem jó, de a világ az változik, folyamatosan változik. És ez a változás ma részben a kriptó, tehát ezek a valuták, ez a coinok, vagy mindegy, hogy nevezzük, részben a mesterséges intelligencia, részben az, hogy online kell dolgozni, mert a munkahelyedet lehet, hogy bezárják, vagy lehet, hogy eltűnik, és részben az, hogy az emberek több lábon állnak. A 60-as években, vagy talán korábban a 40-es, 30-as években senkinek nem volt két munkája szerintem. Nagyon ritka lehetett az, hogy valakinek két munkája van. Elment valaki egy helyre dolgozni, főleg Amerikában, ha nézünk, elment valaki dolgozni egy helyre, ledolgozta 20-30-40 évét, elment nyugdíjba, ez volt a 20. század nagy része. Ma beszélj olyan emberre, vagy találj valakit, akinek csak egy munkája van, és nem próbál változtatni, nem próbál hozzátenni. Valószínű az az ember, aki nem nagyon halad egyik évről a másikra, nem nagyon tudja azt mondani, hogy te figyelj, basszus, valami nagyon új dolog történt velem, vagy valami hatalmasat alakítottam. Mert beteszi magát ebbe a ilyen haladás. Maximum ennyit halad. De a világ meg így megy lefele, tehát az ekkora haladás az végül is nem lesz haladás fölfele. Előrébb, inkább úgy mondom, hogy előrébb. Összefoglalva ezt az egészet, a lehetőségek jönnek. Folyamatosan jönnek. Olyan lehetőségek jönnek, hogy nem hiszem el, én személy szerint ez ilyen van. Brutális. És van, aki nincs rá fölkészülve, mert nincs letöltve a Zoom, mert nem tudja, hogy kell csinálni, nincs bankkártya, olyan is van, hogy nincs bankkártyája valakinek manapság. És én ezt nem azért mondom, hogy poént csináljak ezekből az emberekből, vagy kicikizzem, vagy ilyesmi. Az a fontos, hogy ha te ezt hallgatod, és van olyan dolog, ami hát egy kicsit ingoványos, vagy nem érted, vagy ilyesmi, akkor beszélj egy 18 évessel, vagy egy 10 év, 15 évessel, fogd meg, ültesd le magad mellé, és mondd neki, hogy magyarázd el ezt, hogy hogy működik. Vagy találj valamit, találj egy YouTube videót, ahol meg lehet érteni, lehet, hogy egyből nem lehet megérteni, lehet, hogy meg kell nézni hármat. De hogyha ezekkel elkezdesz barátkozni,
elfelejted azt, hogy te ezt nem tudod megtanulni, elfelejted azt, hogy ez neked, hogy te túl öreg vagy, elfelejted azt, hogy ez nem a te világod, hanem kicsit nyitottabbá válsz, mint egy gyerek, aki kíváncsi. Ezeket mind meg lehet tanulni, biztos vagyok benne. Lehet, hogy kell hozzá egy kis türelem, vagy kell hozzá egy-két olyan dolog, ami neked nincs. És azok a dolgok, ami neked nincs, vagy amiből nem vagy jó, azok fognak kelleni ahhoz, hogy előrébb lépj. Nem azok fognak kelleni, amit így kensz, vágsz, mert hogyha azok kellenének, akkor már előrébb lennél. Mindig valami újat kell tanulni, és ez az a terület, ami segíteni fog. Nincs szerintem köztünk olyan, akinek nincs esélye arra, hogy éljen még 20 évet. Minimum. 20 év, az rengeteg idő. A következő 2-3 évvel meg lehet alapozni ezt a 20 évet, de le valakinek ez 40, valakinek ez 50 vagy 60. 2-3 év alatt meg lehet alapozni a következő 20, 40 vagy 60 évet. Ezt most ez nehéz garantálni, de meg lehet tenni, legalábbis anyagilag, azokkal a lehetőségekkel, amik ma elérhetőek. Főleg, hogyha valaki nem csak egyel foglalkozik, hanem többel próbál foglalkozni. Azt hiszem, hogy körülbelül ennyi, amit így korán reggel, nekem korán van, el tudok mondani. Köszönöm, hogy itt vagy. Köszönöm, hogy ha meghívsz ismerősöket, akinek lehet, hogy ezek az üzenetek jól jönnek, vagy már foglalkozik valamilyen lehetőséggel, mert én nem csak arról beszélek, hogy ilyen új dolgok vannak, hanem néha olyanokról is beszélek, ami segíthet annak, aki már foglalkozik valamilyennel, hogy jobban tudjon haladni. Sziasztok, köszönöm, hogy itt vagytok, találkozunk legközelebb.